Egy jászapáti élelmiszerboltba ment be egy nő és egy férfi. Az asszony csokoládét, szeszes italt, kozmetikumot tett a bevásárlókosárba, míg a férfi egy tusfürdőt rejtett a ruhájába. Először a nő akart távozni a termékekkel fizetés nélkül, azonban az egyiken lévő áruvédelmi eszköz jelzett, ezért kirohant a boltból. A tulajdonos utána szaladt, nyomukban a tusfürdőt ellopó férfival, aki a boltost durva szavakkal illette. Időközben a boltos fia is utánuk ment és kérte, hogy adják vissza az ellopott árukat. Ennek sem a nő, sem a férfi nem tett eleget, sőt a férfi egy késsel fenyegetőzött, hogy ne pattogjanak, majd sietősen távoztak. A jársági rendőrök a bejelentést követően a kamerafelvételeknek köszönhetően hamar megállapították, hogy a bűncselekményt két helyi fiatal, egy 23 éves férfi és egy 19 éves nő követték el. Az élettársakat előállították a jászapáti rendőrösre, ahol a férfit felfegyverkezve elkövetett rablás büntette, míg a nőt lopás vétsége miatt hallgatták ki. A nyomozóhatóság a férfi őrizetbe vételéről határozott és kezdeményezte letartóztatását.